Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, illetve ez a felvétel 3 napra szól, hiszen az energia hasonló. Mégpedig április 27-e, április 28-a és április 29-e. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, itt a felvétel alatt van egy tabella, ott utána nézhetsz. Most ezen a 3 napon a hold a halak jegyében lesz az indiai számítás szerint. Kihat a napjainkra, kihat az anyukánkra, kihat az érzelmekre. És itt mély érzelmekről van szó, hiszen a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és az szimbolizálja az érzelmeket. Április 27-én és április 28-án a hold az asvini holdházban található. És ez az asvini holdház jelenti a gyógyító erőt, vagy egészségügyi témákat. Ez lehet, hogy valaki beteg a környezetben, itt most meg lesz a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ez a hivatásod, és érdekel ez a téma. Április 29-én a hold áttér a Bahani holdházba, és ez lehet egy újjászületés. Lehet egy kisbaba születése is, vagy lesz itt egy új kezdet, itt vannak a megújulások. Április 27-én a hold találkozik Jupiter bolygóval, együtt fognak hatni. Jupiter bolygó szerencsét hozhat, a hold jelenthet változásokat. De Jupiter bolygó hatása alatt néha eltúlozunk valamit, tehát ügyeljünk az érzelmekre. Április 28-án Vénusz bolygó elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, és áttér a halak jegyébe. Kihat ránk hölgyekre, kihat a párkapcsolatra is. Itt mély érzelmekről lesz szó. Április 29-én a sors bolygója, Szaturnusz bolygó elbúcsúzik a bak jegyétől, és áttér a vízöntő jegyében. Itt lesznek sorsdöntő kapcsolatok, döntések, változások. És most megtekintjük az egyes jegyeket. Indítanék a kós jegyével. Az indiai számítás szerint még mindig itt van a nap, ami utal még mindig a havi témára, a lelkesedésre, egy új kezdetre. Itt mozog Uránusz bolygó az indiai számítás szerint, ez jelent változásokat, meglepetéseket. Itt mozog Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó, és kivált nálunk kos jegyben születetteknél kármikus témákat. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet, egy új életterület, amit eddig még nem ismertünk. Merkur bolygó a szomszédban van, mégpedig a bika jegyében. Ez jelenti a bizalmat, jó beszélgetéseket, előnyös szerződéseket, különösen ami az anyagiakat illeti. Jupiter bolygó, Neptun bolygó, a hold és hamarosan Vénusz bolygó is szintén a szomszédban van a halak jegyében. Ez előnyös számunkra, és a halak jegye küld egy kis víz energiát, ami kivált nálunk mély érzelmeket. Mars bolygó, az a vízöntő jegyéből szintén jó hatással van ránk, hiszen a vízöntő jegye az a levegő eleme, és a kos jegye a tűz eleme, és a levegő eleme
A tűz eleme barátságban áll egymással. Ez utal az élet erőnkre, itt megvan a könnyűség, vagy lehet egy férfi, aki közeledik hozzánk, keresi a kommunikációt. A bika jegye. A bika jegyében mozog Merkur bolygó, itt van mozgás, vannak cselekvések, lesznek jó hírek, beszélgetések, vagy szerződések. A halak jegyéből jó energia jön, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a bika jegye a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme, a föld eleme barátságban áll egymással. Ez szerencsét hoz, élheted az álmaidat, hamarosan szerencse a szerelmi élet területén, nagyon jó érzelmek, valami megnyugtató. Viszont Mars energia az nincs jó hatással a bika jegyére, az lehet egy férfi, aki zavart téged, vagy nincs meg az életerő, kicsit fáradtnak érzed magadat. A következő jegy az ikrek jegye. Itt most nincs mozgás. Merkur bolygó a szomszédból jól hat rád a bika jegyéből. Itt vannak jó beszélgetések, egy előnyös szerződés, különösen ami az anyagiakat illeti, ezt most tudod rendezni. Mars bolygó jó hatással van az ikrek jegyére, hiszen Mars bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és az ikrek jegye szintén a levegő elemét jelzi, itt megvan a harmónia. Viszont, ami a halak jegyét illeti, Jupiter bolygó, Neptun bolygó, a hold a mai napon, és hamarosan Vénusz bolygó, nincs jó hatással az ikrek jegyére, valami zavar téged, valamit igazságtalannak látsz, a párkapcsolatot illetően lesznek most kicsit nehézségek, nehéz érzelmekről beszélni, vagy azt gondolod, hogy a másik fogva akar téged tartani, téged, és ez minden olyan szűkösnek tűnik a párkapcsolatban. A rák jegye. A rák jegyében nincs mozgás. Merkur bolygó jó hatással van a rák jegyére, hiszen Merkur bolygó a föld elemében van, a rák jegye a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme, a víz eleme barátságban áll egymással, tehát itt lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, tudod rendezni az anyagiakat. A halak jegyéből jó energia jön, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a rák jegye szintén a víz eleméhez, itt lesznek lehetőségek, élheted az álmaidat, van egy jó érzés most a napokban, ez nagyon megnyugtató számodra, hamarosan Vénusz bolygó a halak jegyében lesz, és ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Ami Mars bolygó energiáját illeti a vízöntő jegyében, ez a távolság, ez kicsit bizonytalanságokat vált ki, vagy változásokat, vannak pillanatok, amikor megvan az életerő, vagy egy férfi segít neked, a másik pillanatban fáradtnak érzed magadat, vagy ez a férfi visszahúzódik, az is fontos, hogy te légy aktív. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs mozgás. Mars bolygó szemben van, tehát itt tükröződik valami. Ez jelentheti azt, gondolkodj el azon, hova fektesd be az energiádat, de lehet egy férfi is, aki tükröz számodra valamit. Itt kell a belső egyensúly. Ami a kommunikációt illeti, Merkur bolygó most nincs jó hatással az oroszlán jegyére. Itt lehetnek nézeteltérések, az is előfordulhatsz, hogy vársz egy hírre és nem jön, és ez nyugtalanít téged. Ami a halak jegyét illeti, ahol
Neptun bolygó van, Jupiter bolygó, a Hold és hamarosan Vénusz bolygó, az azt váltja ki az oroszlán jegyénél, hogy vannak pillanatok, amikor megvan ez a szerencse, a boldogság, a párkapcsolatot illetően. Néha vannak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodsz, amikor zavar valami téged, vagy nem akarsz várni arra, hogy a másik jelentkezzen nálad, hiszen nem tudod, hogy kellene a döntéseket hozni, de légy aktív, mert ez segít, különösen, ami most a párkapcsolatot illeti, vagy egy bírósági ügyet, hiszen Jupiter bolygó hatása alatt gyakran bírósági ügyekről van szó. És a szűz jegye. A szűz jegyében nincs mozgás. Merkur bolygó jó hatással van a szűz jegyére, hiszen Merkur bolygó a bika jegyében, a föld elemében van, és a szűz jegye szintén a föld eleméhez tartozik. Ez lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, nyeremények, rendezheted az anyagiakat. A halak jegye a szemben áll. Ott van a Hold, ott van Neptun bolygó, Jupiter bolygó, hamarosan Vénusz bolygó. Itt tükröződik valami, kell az egyensúly. Nem csak várni, amíg a másik jelentkezik, és kimutatja az érzelmeit, hanem fontos az is, hogy te légy aktív, és te mutasd ki azt, hogy mit gondolsz, mik a terveid, vagy mutasd ki az érzelmeidet. Ami a Mars bolygó energiáját illeti, itt vannak olyan pillanatok, amikor megvan az életerő, a másik pillanatban fáradtnak érzed magad, vagy van egy férfi, aki segít, utána meg visszahúzódik, tehát így meg úgy megy a helyzet. A mérleg jegye. A mérleg jegyében van két ú a lefele mozgó kármikus csomó, és az utal kármikus témákra, utal az érzelmekre, utal a múltra. Ami a kommunikációt illeti, itt mindig olyan változások vannak. Tehát változik a helyzet. Nem tudod, hogy mi fog történni. Nem tudod azt, hogy a másik mit akar közölni veled, mi a terve. Így fontos az, hogy tegyél fel kérdéseket, itt legyen meg az egyensúly kettőtök között. Ami a Mars energiát illeti a vízöntő jegyéből, ami utalhat a te életerődre, vagy egy férfira, ez jó hatással van rád, hiszen a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, és a vízöntő jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Ami a halak jegyét illeti, hogy hat az ki a mérleg jegyére? Itt vannak még bizonytalanságok, vagy úgy érzed, hogy egyszer így történik, egyszer úgy történik, nem tudod, hogy mi következik, mit hoz a jövő. Ez kihat a szerelemre, ez kihat az érzelmeidre, ez kihathat egy bírósági ügyre, vagy eddig olyan helyzetben voltál, ami igazságtalannak tűnt. Most vannak lehetőségek ezen javítani, de még mindig minden olyan bizonytalannak tűnik számodra. És a szkorpión jegye. A szkorpión jegyében nincs mozgás. Merkur bolygó szemben van a bika jegyében. Itt tükröződik valami. Figyelj oda a beszélgetésekre. Azon kívül ne csak várakozz, hanem keresd ezeket a kapcsolatokat. Itt kell a középút. És itt van egy aranyszabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Figyelj oda, mit közölnek mások veled, és mondd ki a saját véleményedet. Mars bolygó nincs jó hatással a szkorpión jegyére, holott Mars bolygó uralkodik a szkorpión jegye felett,
De Mars bolygó jelenleg a vízöntő jegyében van, és ez azt jelentheti, hogy fáradt vagy, kimerült, vagy van egy férfi a környezetedben, aki zavart téged. Ami a halak energiáját illeti, a hold, ami kihat az érzelmekre, Neptun bolygó, ami kihat az álmokra, az elképzelésekre, Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, és hamarosan Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, mindez nagyon-nagyon jó hatással van a Skorpión jegyére, hiszen a Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik, a halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik. A nyilas jegye. A nyilas jegyében nincs mozgás, viszont van életerő, vagy egy férfi segít, hiszen Mars bolygó a vízöntő jegyéből jó hatással van a nyilas jegyére. Ami a halak energiáját illeti, az nincs jó hatással most a nyilas jegyére. Itt érzelmekről van szó, szerelemről, álmokról, vagy valamilyen helyzetről, amit a nyilas jegye igazságtalannak lát. Itt vannak kihívások, nézeteltérések, félreértések. Amint a hold áttér majd a kos jegyében, addigra megnyugszik minden, és akkor jól hat ki a hold a nyilas jegyében születetteknél. A bak jegye. A bak jegyében van még Szaturnusz bolygó, de el fogja hagyni most a napokban a bak jegyét, és áttér a vízöntő jegyébe. Viszont Plutó bolygó itt marad a bak jegyében, és az erősíti a belsőt, belső erőt ad, a hitedet erősíti. És azt is jelenti, hogy zárj le bizonyos dolgokat, ami eddig megbántott téged, és koncentrálj arra, ami vagy aki segít neked. Merkur bolygó jó hatással van a bak jegyére, hiszen Merkur bolygó a bika jegyében, a föld elemében van, és a bak jegye szintén a föld eleméhez tartozik. Ez lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, nyeremények. Mars bolygó a szomszédból hat, a vízöntő jegyéből, ez ad számodra életerőt, könnyűséget. És a halak jegyében van a hold, lassan Vénusz bolygó itt lesz a halak jegyében, azon kívül Neptun bolygó és Jupiter bolygó, mindez segít a bak jegyében születetteknél, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a bak jegye a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással. Itt megkapod az igazságot, szerencse a szerelmi élet területén, itt megvan a bizalom, a mély érzelmek. A vízöntő jegye. Itt van Mars és Vénusz bolygó. Természetesen ez kihat a szerelemre. De Vénusz bolygó most a napokban elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, és áttér a halak jegyébe. De ez is segít. Küld egy kis vizet a vízöntő jegyébe, és ez aktiválja az érzelmeket, hiszen a víznél, a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát így folyamodnak az események. Egy bírósági ügynél, egy bizonyos helyzetben, amit eddig igazságtalannak láttál, azon kívül Jupiter bolygó segít, adja a lehetőségeket, a szerelmi élet területén élheted az álmaidat, és a hold jó hatással van rád, hiszen megvan a bizalom és a nyugalom. És Mars bolygó adja az életerőt, vagy egy férfit a közelben, aki segíteni fog. A halak jegye.
itt van Neptun bolygó, és Neptun bolygó itt otthon érzi magát, ugyanúgy, mint Jupiter bolygó, hiszen mindkettő uralkodik a halak jegye felett. Itt álmokról van szó, tervekről, itt megvan a szerencse, azon kívül élheted a kreatív tevékenységet, itt megvan az intuíció, az inspiráció, most a napokban a hold szintén kihat, hiszen mély érzelmekről van szó, vagy anyai témákról, és Vénusz bolygó most itt lesz egy ideig a halak jegyében, tehát a szerelem áll a középpontban, és Vénusz bolygó itt ki tud emelkedni, jól érzi magát a halak jegyében. Ami a kommunikációt illeti, Merkur bolygó nagyon jól hat ki a bika jegyéből, hiszen a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a föld és a víz barátságban állnak egymással. Mars bolygó szintén jól hat ki a halak jegyére, hiszen a szomszédos jegyben van, és küld egy kis levegőt a halak jegyébe, így megvan a könnyűség, különösen amikor cselekvésekről van szó, vagy közeledik egy férfi, és ezáltal megvan ez a könnyűség, az ötletek, a kommunikáció. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!